a világ első űrhajósa. April 1961, a szovjet sajtó bejelentette az első űrhajó sikeres fellövését és visszatérését. Ez a kozmonauta Jurij Gagarin volt. Világszerte tömegek ünnepelték az űrhajós és a Szovjetunió mérföldkőnek számító teljesítményét. Gagarin a történelem egyik legnagyobb hőse lett. Miután a Szovjetunió felbomlott és a volt tagállamokban demokratikusabb államrend alakult ki, döbbenetes tényekre derült fény. A Kreml archívumaiból, nyugati újságírók által előásott iratok és nemrég előkerült szemtanúk állításai alapján Gagarin, a szovjet birodalom szimbóluma és hősi példaképe, nem az első ember volt az űrben. Ez a dicsőség Vladimir Iljusiné. Már egyértelmű, hogy igazából Vladimir Iljusin, a világhírű szovjet berepülőpilóta volt az első ember az űrben. Már akkor is szivárogtak ki hírek a repülésről, de csak a most előkerült iratok és szemtanúk változtatták tényekké a korábban tagadott pletykákat. Több évtizednyi propaganda, hazugság és hivatalos cáfolat után végre napvilágra kerülhet az emberiség egyik legnagyobb eredményének igaz története. Mintegy 5 évi kutatással sikerült nyomára bukkanni az első űrutazónak. Bár már elmúlt 70 éves, Vladimir Iljusin, a légierő nyugalmazott tábornoka még ma is dolgozik a Szuhoj tervezőirodában, egy moszkvai vadászrepülőgépgyárban. Iljusin tábornok berepülőpilótaként több mint 145 gépet tesztelt pályafutása során, köztük a Szuhoj 27-est, a szovjet légierő legjobb elfogó vadászát. Miközben a félre sikerült első űrrepülés és az azt követő eltussoló hadművelet bizonyítékait kutatták, a producerek 2 teljes napot töltöttek el Oroszországban Iljusinnal, aki betekintést engedett a családi múzeumba és elmesélte élete döbbenetes történetét. Bár Iljusin ígéretet tett, hogy a kamera előtt is beszélni fog, a stáb megérkezése után úgy döntött, inkább mégsem nyilatkozik. A 4 szem közti beszélgetéseken azonban olyan addig ismeretlen tényeket tárt föl, melyek kétségtelenül bizonyították részvételét a szovjet űrprogramban. De vajon mitől tartott Iljusin? Ennek megértéséhez ismernünk kell a szovjet kommunista rezsim működési elveit és az űrprogramot már a kezdetektől övező szigorú katonai titoktartást. A Szovjetunió 1957. október 4-én titokban pályára állította a csaknem 100 kilós Sputnik nevű műholdat. Ezzel a szakértők többsége által hihetetlennek tartott teljesítménnyel megnyitotta az űrkorszakot. A világ közvéleménye döbbenten ébredt rá, hogy a szovjet rakéta terhe épp úgy lehetett volna egy atomrobbanó fej is, ami így módon a bolygó bármely pontjára eljuthat. A Sputnik fellövése után a szovjet sajtó szerényen csak egy kisebb rakomány pályára állításáról írt. A kormányt ezért meglepte a nemzetközi média elsöprő érzelem kitörése a hír hallatán. Hamar fölismerték, hogy ez a kis játékszer hatékony eszköz lehet a politika és a propaganda kezében. A Szovjetunió a Sputnik fellövés sikerét egyedül Szergej Koroljov, a szovjet űrprogram vezetője zsenialitásának és elszántságának köszönhette. Koroljov nem a tervezésben volt zseniális. Elvégre nem tudós volt. Értett persze a tervezéshez is, de sokkal inkább a szervezéshez. Ő állította össze az űrprogram teljes személyzetét, és ő irányította a munkájukat. Régebben egy ilyen vállalkozás nem járhatott volna sikerrel, mert a tudósaink begubózva magányosan dolgoztak.
Ő azonban megszervezte a munkát, mint a hangyatársadalomét a királynő. Onnantól mindenki neki dolgozott. Senki nem tudott Szergej Koroljovról. Senki nem találkozhatott vele. Azt hiszem, akkoriban mi még a nevét sem hallottuk. Mindig csak úgy hivatkoztak rá, a tervező. Név szerint soha. Sosem jelent meg például sajtótájékoztatókon. Amikor a Nobel-díj bizottság megkereste a szovjet államvezetést, hogy szeretnék kitüntetni a Sputnik rakétájának tervezőjét, és egy nyilvános ünnepség keretében átadni neki a díjat és a hozzátartozó pénzjutalmat, a szovjet államfő, Nikita Hruscsov azt felelte, nem engedheti, hogy egy ember részesüljön kitüntetésben egy ország eredményéért, és nem is engedné Koroljovot kiutazni a díjátadásra. A magyarázat egészen egyszerű arra, miért nem ismerhette senki Koroljovot. Mármint nekünk, oroszoknak egyszerű. Amerikában már nehezebb lenne megérteni. Amikor a Nobel-díj bizottság jelezte, hogy szívesen odaítélné neki a díjat, a kormányunk azzal reagált, hogy nem, minket nem érdekel semmiféle díj. Ez természetesen következett abból, hogy a társadalmunk akkoriban próbált magához térni a sztálinizmus hisztériájából. És ez csak nagyon nehezen ment. Az 1950-es évek végére mind a szovjetek, mind az amerikaiak számára egyértelművé vált, hogy a következő logikus lépés embert küldeni a világűrbe. Mindkét nemzet űrprogramja magasan képzett berepülő pilótákat válogatott ki arra a feladatra, hogy eljuttassa őket oda, ahol ember még nem járt. A szovjet programot teljes titoktartás övezte. Az űrhajós jelölteket kozmonautáknak nevezték. A kozmonauták mindig csak akkor válhattak híressé, amikor sikerrel végrehajtottak egy küldetést. Addig senki nem beszélhetett arról, mit csinálnak. Ennek kettős oka volt. Először is nem akarták idő előtt fölhívni a figyelmet a leendő űrhajósokra, másodszor pedig így könnyebb volt eltusolni egy esetleges balesetet. A 60-as években a szovjetek még mindig nagyon titkolóztak az űrprogramjukat illetően. Fotókat retusáltak, híreket cenzúráztak. Látszólag minden különösebb ok nélkül. Az minden esetre számunkra is nyilvánvalóvá vált, hogy van mit titkolniuk. Nyilvánosságra került például egy fénykép, amiről alig hanem egy kiképzés alatt álló űrhajós alakját tüntették el. 1960. októberében a szovjet titkolózási paranoia tragédiát idézett elő. Egy óriási rakéta úgy tűnt meghibásodott a startnál. Nem tudott elemelkedni a kilövő állványtól. Minden figyelmeztetés ellenére, a biztonsági előírásokat súlyosan áthágva, a Kreml elrendelte, hogy javítsák ki a hibát, és még aznap ismételjék meg a startot. Nyigéljén marsal, a szovjet rakéta haderőnem parancsnoka személyesen felügyelte közvetlen közelről a javítási munkálatokat. Követelte, hogy a székét vigyék egész a rakéta tövébe. Ez természetesen ellenkezett a biztonsági előírásokkal. Mindenki tudatában volt ennek, de az irányítók attól tartottak, hogy ha nem maradnak a nagyfőnök mellett, másnapra elveszíthetik az állásukat. Több mint 200 ember gyülekezett a rakéta körül, köztük Nyigéljen a program parancsnoka. Ekkor váratlanul hatalmas robbanás következett be, melynek tűzgolyója azonnal megölt mindenkit a közelben.
A halottakról azonban még egy névsort sem állítottak össze, és most már sosem tudhatjuk meg, pontosan hányan vesztették életüket aznap. A szovjetek cáfolták a tragédiát, és a részleteket csak mintegy 30 évvel később ismerhette meg a közvélemény. A nemrég nyilvánosságra hozott iratok tanúsága szerint legalább 7 kozmonauta lelte halálát kiképzés közben, Gagarin sikeres űrrepülését megelőzően. Ledovszky, Siborin, Mitkov, Dolgov, Belokonyev, Kacsúr és Gracsov sosem kapták meg az őket megillető elismerést, pedig életüket adták azért, hogy az ember eljuthasson az űrbe. Ehelyett nevüket csupán egy titkos lista őrizte meg, melyen a kiképzés közbeni balesetek áldozatait sorolják föl. Az űrhajósok egyre bizalmatlanabbá váltak. Úgy érezték, hogy rászedték őket. Természetesen dühösek is lettek, nagyon dühösek, de nem tehettek semmit. A katonai elhárítás minden lépésüket figyelte. Csak a családtagjaiknak mesélhették el a történeteiket. Ennél többet nem csinálhattak. Ami nem felelt meg a propaganda céljainak, azt eltitkolták. Ez mindig is így volt. Az emberek ismerték a dörgést. Amit a rádióban és az újságokban közhírré tettek, annak nem sok köze volt az igazsághoz. A szovjet propagandisták csak egy valamit nem értettek meg. Hogyha bemutatták volna a nehézségeket, a problémákat, a hibákat, a baleseteket, azzal sokkal jobb színben tüntették volna fel hazájukat, mint azt így tették. Azáltal, hogy mindent tökéletesnek hirdettek, a saját teljesítményeiket kisebbítették, a szovjet nép teljesítményeit. A hírek kozmetikázásával épp a saját népük hősiességét, küzdelmét és eredményeit jelentéktelenítették el. Ez volt a lehető legostobább megoldás. A szovjet technikai fejlődés propagandája és a balsikerek ezzel párhuzamos elhallgatása azt eredményezte, hogy az egész világon tetőzött a kommunista filozófia népszerűsége. Hruscsov valósággal megszállottjává vált az ötletnek, hogy szovjet ember jusson ki elsőként a világűrbe. Ezért utasította Koroljevot, hogy érjék ezt el bármi áron. Akkoriban kétség nem férhetett hozzá, hogy Vlagyimir Iljusin a Szovjetunió legismertebb és legtapasztaltabb berepülőpilótája. Számos sebességi és magassági rekordot állított föl hazájában, sőt, az utóbbi kategóriában övé lett a világ elsőség is, miután 1959-ben egy Szuhoj 9-es katonai elfogó vadásszal csak nem 30 kilométeres magasságba emelkedett. Az 1960-as év végén eredményeiért megkapta a Szovjetunió hőse érdemrendet, a legrangosabb katonai kitüntetést. Ez hasonló megtiszteltetést jelentett akkor, mint Amerikában a kongresszusi érdemérem, vagy Angliában a lovaggáütés. Csupán nagyon kevesen büszkélkedhettek vele. Iljusin családja addig is már több kiváló katonát és repülőgép tervezőt adott a Szovjetuniónak. Apja, Szergej, az ország egyik legnagyobb hősének számított. Ő tervezte azoknak a vadászgépeknek és bombázóknak a többségét, melyek segítségével a szovjet csapatok sikeresen megfékezték a II. Világháborús náci inváziót. Szergej Iljusin tervezte a II. Világháború szovjet harci gépeinek zömét. A sztálingrádi csatában bevetett Il-2-es, a Sturmovik volt talán a legismertebb földi célpontok ellen bevethető szovjet repülő. Az Iljusin nevet tehát jól ismerte mind Sztálin, mind később utódja Hruscsov. Szergej Iljusin a Szovjetunió egyik legbefolyásosabb emberévé vált. Háromszor ítélték neki a Szovjetunió hőse érdemrendet,
Ráadásul a politikai hatalom gyakorlásában is részt vett az ország parlamentjének, a legfőbb szovjetnek helyettes vezetőjeként. A II. Világháború után az idősebb Iljusin jó orral megérezte, hogy a repülés jövőjét a katonai helyett a polgári felhasználás jelenti. Zsenialitásának újabb bizonyítékaként megtervezte és megépítette a történelem legjobbjai közt számon tartott sugárhajtású utasszállító gépeit. Az Iljusi repülőgépgyár hamarosan a világ legkiválóbbjai közé küzdötte föl magát. Iljusint rendkívüli módon tisztelte a szovjet társadalom, és nem csak a három érdemrendje miatt, hanem sokkal inkább azért, amivel azokat kiérdemelte, vagyis repülőgép tervezői munkájáért. Ő volt a világháború utáni szovjet polgári repülés kulcsfigurája. Az ifjabb Iljusin mindig is attól tartott, hogy nehéz lesz megfelelni a neve miatt vele szemben támasztott elvárásoknak, ezért elhatározta, hogy önszántából lép ki apja árnyékából. Esze ágában sem volt átvenni a családi vállalat irányítását, ehelyett jelentkezett berepülőpilótának, és később számos sugárhajtású harci gép tervezésében és tesztelésében vett részt. Vladimir akkor fordult végleg szembe apjával, amikor 1952-ben dolgozni kezdett a Szuhoj repülőgépgyárnak, az Iljusi művek legnagyobb riválisának. Az idősebb Iljusint rettentő haragra lobbantott a fia döntése, és ez hosszú évekre megrontotta kapcsolatukat. Az 50-es évek során apa és fia szinte szóba sem álltak egymással, de a harag lassan kölcsönös elismerésé változott egymás teljesítményei iránt. Vladimir Iljusin eleinte állítólag elzárkózott egy űrutazás lehetősége elől. Azt mondta, az ilyesmi kutyáknak és kísérleti egereknek való. A szovjet űrkabint ugyanis kizárólag a földi központból vezérelhették volna távirányítással. A kozmonautának nem volt semmi dolga, és ez érthetően nem csábította a kor legjobb repülőpilótáját. Ennek ellenére tehetséges kollégái sorra jelentkeztek az űrhajós kiképzésre. Végül, nem sokkal azután, hogy megkapta a Szovjetunió hőse érdemrendet, Iljusin meggondolta magát. Komolyan foglalkoztatni kezdte a gondolat, hogy ő legyen az első ember az űrben. Iljusin úgy érezte, ez az a kihívás, ami végleg kiemelheti apja árnyékából és reflektorfénybe állíthatja, ráadásul más területen, mint a repülés. Iljusinék személyében a szovjetek amolyan modern dinasztiát tisztelhettek. A történelmileg jelentős családok közé tartozott az övék. Ráadásul minden tagja a repülés terén alkotott maradandót. Ez egészen rendkívüli volt. Az én szememben ezért nem is meglepő, hogy az űrprogram vezetősége Vladimir Iljusint választotta végül a feladatra. Minden rendben volt nála, megfelelt az életkora, a kiképzése, neve is volt hozzá. Tökéletes lett volna, ha sikerül. Ez fogott meg engem először a történetben, hogy a szovjet rezsimnek egyértelműen Iljusint kellett választania egy ilyen mérföldkőnek számító vállalkozásra. Részben saját érdemeinek, részben pedig családja politikai befolyásának köszönhetően Iljusin alezredes kapta a lehetőséget, hogy elsőként jusson ki a világűrbe. Iljusin elszántan vetette bele magát a több hónapos, feszített ütemű kiképzésbe, hogy kihasználhassa esélyét a halhatatlanságra. A többi kozmonautát ekkor már második éve képezték a feladatra. Jól ismertem Vladimirt. Mindig vidám volt, okos és segítőkész. A kiképzés során minden feladatot aprólékos pontossággal hajtott végre, gondosan ügyelt a részletekre. Tökéletesen teljesített, az eredményei messze meghaladták a többi kozmonauta jelölt eredményeit. Bármennyire titkos volt is a szovjet űrprogram, azért csak kiszivárogtak hírek Iljusin közelgő repüléséről.
Az emberek kíváncsiak voltak rá, hiszen magasságrekordjaival ő közelítette meg addig legjobban a világűrt. Ez is igazolni látszott, hogy jó választás őt lőni föl elsőként a légkör határain túlra. 1961 elején megjelent egy fénykép Iljusinról, amin szkafandert viselt, és a hozzá tartozó szöveg nyilvánosságra hozta, hogy űrhajós kiképzésen vesz részt. Az én dolgom az volt, hogy filmezzem Vladimir előkészületeit és startját. Ő volt a legkedvesebb, legvidámabb, legbarátságosabb pilóta, akit valaha láttam. Vladimir magabiztosan viselkedett. Látszott rajta, hogy fölkészült a feladatra. A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Iljusint 1961. április 7-én egy pénteki nap kora reggelén segítették be a Rosszia nevű kabinba, hogy aztán teljes katonai titoktartás mellett föllőjék az űrbe. Annyira izgatott voltam, hogy részese lehetek ennek a rendkívüli eseménynek. Történelmet írtak ott aznap, és én szemtanúja lehettem annak, amiről tudtam, később tananyaggá válik majd az iskolákban. Akkoriban sem a CIA, sem más hírszerző szervezetek nem hozták nyilvánosságra, hogy észlelték volna a kilövést. Az erről a témáról szóló CIA és külügyminisztériumi akták még most évtizedekkel később is titkosak. A nyugati hírszerző szervezetek a hidegháború idején valószínűleg nem akarták nagy dobra verni, hogy képesek észlelni a szovjet rakétaindításokat, illetve forrásaikat sem szívesen adták volna ki. Az év elején, alig néhány hónappal korábban, láttam a fotót a szkafanderes Vladimir Iljusinról, és olvastam, hogy tagja a kiképzés alatt álló kozmonauta csoportnak. Amikor aztán hallottam a pletykát, hogy Iljusin az űrben járt, nem is csodálkoztam. Annyira biztosra vettem akkor, hogy a történet igaz, megpróbáltam kommentáltatni a hírt az általam ismert szovjet forrásokkal. A sajtóközponttal, a Pravdával, az Izvestijával, a TASZ-szal. De mindegyik azt felelte, nem tudunk róla. Nem tudunk róla. Aztán később rádöbbentem, dehogy nem tudtak. A repülés során meghibásodott az elektromos rendszer, amitől egy időre megszűnt a vezérlés és a rádió kapcsolat. Iljusin a harmadik fordulónál, közvetlenül a visszatérés előtt elvesztette az eszméletét. Ettől aztán minden kapcsolat megszakadt a föld és az űrkabin közt. Szerintem az történhetett, hogy Vladimir Iljusint pályára állították. Aztán valami elromlott a fedélzeten. A vezérlőrendszer, vagy valami más. Tehát órákon keresztül olyan hatások érték őt, amelyek nem tettek jót az egészségének. Ellentétben az amerikaiakkal, akiknek az első űrkabinjai az óceánra szálltak, a szovjetek űrkabinjai mindig az ország határain belül kemény talajon landoltak. Mivel a visszatérés és a leszállás ilyen mostoha körülmények között zajlott, a kozmonautának valahol 3 és 6 ezer méteres magasság között katapultálnia kellett, hogy aztán ejtőernyővel érjen földet. A nemrég napvilágot látott iratok szerint Iljusin nem tudott katapultálni, így a kabinnal együtt csapódott be. Bámulatos módon túlélte. Súlyosan megsérült, de élt. Az orbitális mechanika szabályai alapján a kabin csak az első vagy a 17. forduló után térhetett vissza az előre kijelölt leszállóhelyre. Iljusin azonban 3 után zuhant le. A most előkerült dokumentumok szerint a kabin jócskán eltért a kijelölt céltól, és Kína szívében ért földet, nem a Szovjetunióban.
Először a helybéliek igyekeztek segíteni Iljusinon, aztán pedig a hatóságok kezébe került, akik jó darabig ott tartották az ország díszvendégeként. Ami a kínai kényszerleszállást illeti, a dokumentumok közül, amelyekre az archívumban bukkantam, több tanúskodott a kínai pártvezetők érdeklődéséről. Ez azért furcsa, mert akkoriban nem a legjobb viszonyban volt egymással a két ország. A kínaiak tehát érdeklődtek az űrprogram részletei és Iljusin személye iránt. Az iratok arra utalnak, hogy valamiféle kapcsolat állt fenn a szovjet űrprogram és egy Kína területén történt incidens között. Szerintem ez olyan nyom, amit a jövő kutatóinak mindenképp meg kell vizsgálniuk. A Szovjetunió számára a lehető legkedvezőtlenebbül alakult a helyzet. A repülés katasztrófával ért véget, a nemzeti hős pedig az ellenség kezére került. A szovjet vezetés nem tudta eldönteni, mit tegyen. Először úgy tűnt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügyet. Hamarosan azonban tagadni kezdték a kiszivárgott híreket, míg végül a határozott, ám elkapkodott cáfolatok már egymásnak is ellent mondtak. Akkorra azonban már elkéstek. A történet nyilvánosságra került. Denis Ogden, a londoni Daily Worker című kommunista újság moszkvai tudósítója, az elsők között adta le lapjának az Iljusin sztorit, de mind a mai napig nem hajlandó az informátorát megnevezni. Mindössze annyit árul el róla, hogy fontos beosztású hivatalnok volt, akiben abszolút megbízott. A Times is leközölt egy az enyémhez hasonló sztorit. Az sem lep meg, hogy a magyar és jugoszláv tudósítók is birtokában voltak a hírnek, ahogy mások is. Ha visszagondolok, úgy tűnik, mindenki tudott róla. Egyfolytában hívogattuk egymást, és információmorzsákat csereberéltünk. Hallottad ezt, hallottad azt? Mindenki csak erről suttogott. Volt ott azon a napon egy francia riporter, és volt egy bolgár is. Ők is, és az amerikai légierő illetékesei is úgy nyilatkoztak, hogy a repülés megtörtént. Méghozzá egymástól teljesen függetlenül. Tehát nem egy forrásból indult el a hír, több egymástól független cikk és riport jelent meg. A szovjetek évtizedeken keresztül dühösen, nagy meggyőződéssel tagadtak, hazugságnak minősítve ezeket a híreket. Propagandaírók fáradoztak a véleményük mellett kitartó riporterek és újságírók nevetségessé tételén és befeketítésén. Csak a kommunizmus bukása és a Szovjetunió széthullása után kerültek nyilvánosságra azok az addig féltve őrzött iratok, amelyek bebizonyították a Vlagyimir Iljusinról terjengő pletykák igazát. Én először orosz kollégáktól hallottam az Iljusin ügyről. Akkor még csak suttogtak róla. Megéreztem, hogy van ebben a történetben valami, ami nyugaton még nem került nyilvánosságra. De ettől az első szóbeszédtől odáig, hogy végre betekinthettem bizonyos korábban titkos dokumentumokba, 8 év telt el. Egy ilyen titkolózásra épülő társadalom az archívumait természetesen szigorú őrizet alatt tartja. A cél persze nem annyira a tények, emlékek megóvása, mint inkább azok elrejtése. Ezért nagyon nehéz még ma is bármilyen állam által archivált dokumentumhoz hozzájutni. A demokratikus átalakulás óta egyre több bizonyíték került elő, így ma már Iljusin történetének szinte minden részlete ismerhető. Sikerült bejutnom egy könyvtárba, ahol olyan dolgokat olvashattam, amelyekhez sehol máshogy nem férhettem volna hozzá. A kutatás végre bizonyítékokkal támasztotta alá az eddigi feltételezéseimet. 3 dokumentumra bukkantam. A start előtt keletkezett iratokra, a katasztrófa leírásaira,
és az esemény utáni megbeszélések és tárgyalások jegyzőkönyveire. De térjünk vissza 1961 áprilisába. A szovjet média egyre zajosabban, ugyanakkor egyre ellentmondásosabban tagadta, hogy Iljusin lett volna az első ember az űrben. Hivatalos cáfolat jelent meg, amely szerint még csak űrhajós kiképzésben sem vett részt soha, ráadásul jó egészségnek örvend. Aztán mégis beismerték, hogy Iljusin részt vett a kiképzésben, de egy súlyos autóbaleset megakadályozta űrrepülését. Ezt aztán újabb cáfolat követte, mely a balesetet már 1959-re datálta vissza, megint elvetve a kiképzés lehetőségét, majd végül a hírforrások megállapodtak abban, hogy Iljusin 1960 közepe óta fekszik kórházban. Azt is hozzátették még, hogy 1961 márciusáig magához sem tért a kómából. Az efféle ellentmondások egyre növelték a nyugati újságírók szkepticizmusát. A legkülönösebb egy 1960 decemberében készült fénykép volt, amely Iljusint teljesen egészségesen ábrázolta, alig 4 hónappal űrrepülése előtt. A kép akkor készült, amikor legújabb magassági rekordjáért átvette a Szovjetunió hőse érdemrendet. Nyilvánvaló tehát, hogy nem lehetett kómában. A szovjet kormány egy valakit nem tudott csak előállítani a hír megcáfolására, magát Iljusint. A hivatalos média minden esetre tartotta magát ahhoz az állásponthoz, hogy nem ő volt az első ember az űrben. Ezek az ellentmondó hírek számomra azt bizonyították, hogy a Szovjetunió saját maga legnagyobb ellensége. A szovjet propaganda hatékonyságáról szóló híresztelések egy csapásra hitelüket vesztették. Én a magam részéről soha egy percig nem hittem, hogy a Szovjetunió a propaganda mestere. Ez egyszerűen nem igaz. A kommunista vezetés által ellenőrzött média azt állította, hogy Iljusint balesete után egy kínai kórházba küldték rehabilitációra. Azonban még ez a hír sem nélkülözte az ellentmondásokat. Két jelentés készült Iljusin balesetéről és kezeléséről. Az egyik egy pekingi kórházba helyezte előtt, a másik viszont egy hangcsúiba. Számomra már az is hihetetlennek tűnt, hogy egy autóbaleset sérültjét, aki ráadásul egy híres repülőgép tervező fia és közismert katonai berepülőpilóta, egy kínai kórházba küldik gyógyulni. Sohasem hallottam még olyanról, hogy a Szovjetunióból valakit Kínába küldtek volna kezelésre. Elvégre a szovjet egészségügyi létesítmények tökéletesen megfeleltek a célnak. Valószínűleg még jobbak is voltak, mint a kínaiak. A másik gyenge pontja a történetnek, hogy az 50-es évek végétől a 60-as évek elejéig a szovjet-kínai viszony elég feszült volt. Nehezen tudtam elképzelni, hogy egy olyan fontos embert, mint Iljusin, pont oda küldenek. Ez valahogy nem fért a fejembe. A szovjetek nyilvánvalóan vert helyzetbe kerültek. Hruscsov pusztán a propaganda eszközeivel többé már nem tudta eltussolni a történteket. Az azóta bekövetkezett politikai változások sokkal nyitottabbá tették a társadalmunkat. De korábban nagyon sok mindent titokként kezeltek, és ami a legérdekesebb, még ma is van, ami az marad. Akkoriban az volt a hozzáállás, hogy a világnak nem kell tudnia a bal sikereinkről, hiszen az nem szolgálná az ügyünket. Pontos információi csak egy egészen szűk körnek voltak, egyébként mindössze suttogás szinten terjedtek a hírek arról, mi is történt a kilövésnél. Így visszatekintve most már csodálom, hogy nem történt sokkal több baleset. Szerintem az, hogy a kormány titkolózott a szerencsétlenségeket illetően,
nem vált az űrprogram hasznára. Hogy miért nem tájékoztatták a közvéleményt a balesetekről? A legegyszerűbb válasz az, hogy az illetékesek nem akarták kínos helyzetbe hozni magukat. A marxista-leninista közgazdaság és politika büszkén hirdette saját tudományos objektivitását, azt, hogy természeti és társadalmi törvényszerűségekre épül. Ebből következett, hogy aki tartja magát a marxizmus-leninizmus elveihez, az nem engedhet meg maga körül semmiféle tökéletlenséget. Egy ilyen fiaskó beismerése tehát nem csak kifelé lett volna kínos, de a saját berkeiken belül is nyugtalanságot keltett volna. Abba a helyzetbe kerültek, hogy senkit nem tudtak kiállítani a reflektorfénybe. Mivel Hruscsov propagandája egyik legfőbb fegyverének tekintette az űrprogramot, egy efféle kudarc nem volt megengedhető. 1961. április 8-án, szombaton, az Iljusinbal sikerű repülését követő napon Koroljov sürgős megbeszélésre hívta össze a hadsereg és a kormány képviselőit, és bemutatta nekik a következő első embert az űrben, Jurij Gagarin hadnagyot. Ez a megbeszélés azonban csak Gagarin visszatérését követően került nyilvánosságra, a filmfelvételek pedig csupán újabb évek elteltével. Nehéz kijelölni egyet, hat remekül kiképzett kozmonauta közül, de meg kell tenni. A légierő parancsnoksága ezért Jurij Gagarin hadnagyot javasolja a feladatra, a tartalék German Titov. Visszatekintve elég különös, hogy az elsőként űrbe küldendő kozmonautát ilyen sietve jelölték ki, egy szombati napon, alig 3-4 nappal a történelmi esemény tervezett időpontja előtt. A nemzeti hős és rekorder berepülő pilóta Iljusinhoz képest Gagarin jelentéktelen személyiségnek tűnt. Nemrég fejezte be a főiskolát, és a pilóták közt újoncnak számított, mindenféle említésre méltó teljesítmény nélkül. Azonban fiatal volt, művelt, jóképű és a kommunista párt elkötelezett híve. Szeretném biztosítani kormányunkat, pártunkat és népünket, hogy legjobb tudásom szerint hajtom végre megtisztelő feladatomat. És jó kommunistához méltóan leküzdök minden felmerülő nehézséget. Öt nappal Iljusi repülése után a szovjet média beszámolt Gagarin sikeres űrutazásáról. Érdemes megjegyezni, hogy Iljusin startja idején Hruscsov Moszkvában tartózkodott, Gagarin fellövésekor azonban egy távoli, fekete-tengeri üdülőhelyen pihent. Rendkívül meglepte, amikor telefonon értesült az űrrepülésről, aztán sietve visszatért Moszkvába, és óriási ünneplést rendezett a hős Gagarinnak. Orosz szakértők szerint Hruscsovot annyira lesújtotta Iljusin kudarca, hogy azért utazott el kikapcsolódni. Koroljov Hruscsov távollétében kezébe vette az irányítást. A következményekkel nem törődve parancsot adott Gagarin fellövésére, de addig nem szólt Hruscsovnak az újabb kísérletről, még be nem bizonyosodott annak eredményessége. Jurij Gagarin egyértelműen politikai eszközzé vált, amit Hruscsov és a szovjet kormány igyekezett is minél jobban kihasználni. Moszkvában üdvözlő tömeg fogadta az űrhajóst, aki aztán bejárta a félvilágot Londontól Indiáig, mint a Szovjetunió élő jelképe. Tipikus szovjet eszményt személyesített meg. Fiatal volt, agresszív, okos, bátor, olyan, amilyennek egy kommunistának lennie kellett. Egy
Egy nemrég nyilvánosságra került dokumentum érdekes megjegyzése szerint a világ szinte minden vezetője ajándékokat és gratulációkat küldött Hruscsovnak Gagarin sikeres repülése kapcsán, csupán Kína maradt szokatlanul hallgatag az ügyben. Ez annál furcsább, mivel a további űrrepülések mindegyikénél érkezett gratuláció Pekingből is. Kína a maga csöndes módján talán így akarta a világ tudomására hozni, hogy nem Gagarin volt az első ember az űrben. Gagarin sikeres visszatérése után Iljusinról mindenki megfeledkezett. Azokat, akik ismerték az igazságot, Denis Ogden újságírót, az informátorát, valamint a repülést irányító technikusokat és mérnököket hallgatásra kényszerítette a félelem. Fölhívott a főnököm, és határozottan utasított, hogy semmisítsek meg minden anyagot Vladimirról, és többé egy szót se szóljak senkinek az egész ügyről. Abból, ahogy beszélt, egyértelművé vált számomra, hogy ha nem engedelmeskedem neki, a családommal egy-kettőre Szibériában találhatjuk magunkat, ahonnan nincs visszatérés. Behívattak a sajtófőnökségre, ahol maga az igazgató egy bizonyos Harlanov kérdezett ki. A központi bizottság utasította, hogy folytasson le nyomozást a cikkem ügyében. Ő felém hajolt az asztal fölött, és azt mondta, csak egy valami érdekel. Kitől kapta az információt? Azt feleltem, sajnálom, nem árulhatom el. Miért nem? Az újságírói etika tiltja. Erre aztán kitört belőle a düh, és közölte, hogy muszáj megtudniuk az illető nevét, mert óriási kárt okozott az egész országnak. Ha úgynevezett burzsoá tudósító lettem volna, vagyis nem kommunista, egészen biztosan kiutasítanak. Semmi kétség. De egy kommunista újságírót kínos lett volna kiutasítaniuk. A propaganda és a tagadás évei során Vladimir Iljusin űrrepülésének története lassan hírlapi kacsává degradálódott, ami mindössze túlbuzgó, fantáziadús nyugati újságírók agyában született meg. Magát Ogdent mesemondónak, sőt, egyenesen hazugnak bélyegezték. Mindeközben a szovjetek mindent megtettek, hogy kiderítsék, ki volt az informátora. Ogdent árnyékként követte a KGB, hát ha nyomára bukkan az árulónak. Az újságíró és informátora hamarosan már az életüket is veszélyben érezték. Elmentem egy fogadásra, és tudtam, hogy egy kísérőm a sarkamban van. Hogyhogy nem, amint beléptem az ajtón, ott állt velem szemben az informátorom. Tudtam, ha a kísérőm meglát minket együtt, mindennek vége. Rögtön lelepleződünk. Nagy-nagy szerencsénkre az informátorom is észrevette a kísérőmet. És megértette a helyzetet. Tudomást se vett rólam. Mivel mind Kína, mind a Szovjetunió szemben állt a Nyugattal, Iljusin kényszervendégségéről semmi nem látott napvilágot a sajtóban, sem arról, hogy szabadulhatott ki. Bár pontosan még mindig nem tudjuk, milyen megállapodás születhetett az ügyben a Szovjetunió és Kína között, elfogott ügynökök vagy pénz cseréltek gazdát, Iljusin végül egy évvel repülése után térhetett haza teljes csöndben, és mintha mi sem történt volna, folytatta munkáját a Szuhoj repülőgépgyárban. Vladimir Iljusin személye igen problémás volt, mind Hruscsov, mind a kormány szemében.
Elvégre ismert és híres embernek számított, mint berepülő pilóta. És persze a családja miatt is, amely kétségkívül a Szovjetunió hatalmi elitjéhez tartozott. Ezért aztán szerintem az a kompromisszumos döntés született, hogy Vlagyimirnak hallgatnia kell. A zseniális tervező, Szergej Koroljov is újra megszenvedte a szovjet űrprogramot övező hisztériát és titkolózást. Ismételten megtagadták tőle a neki járó elismerést, akárcsak Iljusintól. Koroljov tervezte azt a rakétát, ami Gagarint az űrbe juttatta. A Nobel-díj bizottság jutalmazni szerette volna őt ezért a hatalmas teljesítményért. Az akkori rezsim szigorú szabályai szerint azonban, noha ő legjobb tudása szerint szolgálta őket, Koroljov neve nem kerülhetett nyilvánosságra. Az csupán 1966-ban bekövetkezett halála után ismerhette meg a közvélemény. Nehéz megbékélni a gondolattal, hogy Koroljov úgy szállt a sírba, hogy életében nem is egyszer, de kétszer is megtagadták tőle a Nobel-díjat. Azért, mert egy olyan társadalomban élt, ahol a paranoia és a titkolózás hétköznapi dolognak számított, a világ haláláig nem adózhatott neki elismeréssel az űrkutatás terén elért páratlan eredményeiért. Ha ma visszatekintünk ezekre a történetekre és személyiségekre, Hruscsovra, Koroljovra, Gagarinra és Iljusinra, a legérdekesebb az, hogy az események szerepcserére kényszerítették a két űrhajóst. Gagarin aligha nem tudta, hogy nem ő volt az első odafönt, és ez vezethetett leépüléséhez, az alkoholizmushoz. Ezért veszíthette el önuralmát többször is a nyilvánosság előtt. A kommunista párt egyre nehezebben birkózott meg labilis személyiségével. Gyakran tett a nyilvánosság előtt olyan megjegyzéseket, amelyek kínosnak, sőt, kimondottan veszélyesnek számítottak. Gagarin állítólag egyszer magát Leonid Brezsnyevet öntötte arcon egy pohár pezsgővel egy hivatalos fogadáson. Nem sokkal ezután, 1968 márciusában a pilóta életét vesztette egy titokzatos és fölöttébb gyanús MiG balesetben. A sors különös fintoraként Vlagyimir Iljusin tagja volt a baleset körülményeit vizsgáló bizottságnak. A végső jelentés azonban nem szolgált megnyugtató magyarázattal, csupán kérdéseket hagyott hátra. Maga Iljusin számolt be róla, hogy Gagarin testét nem találták meg, csak egy kis ujj került elő a roncsok közül. Sok szakértő máig is lehetségesnek tartja, hogy a KGB gyilkolta meg a nemzeti hőst Brezsnyev parancsára. Eközben az űr igazi úttörője tovább él, és nap mint nap szembesül azzal, mi mindentől fosztották meg őt. Iljusin, mint berepülő pilóta folytatta pályafutását, és nem sokára kiváló tervező lett. Annál tragikusabb, hogy az, akit helyette világszerte hősként ünnepeltek, valójában egy csalás főszereplője volt. Szomorú befejezése ez a történetnek. A két férfi pályája épp ellenkezőleg alakult. A hősből tragikus figura lett, Iljusin pedig, akit el akartak temetni, végül hosszú távon jóval több hasznot hajtott a társadalomnak. Noha Iljusin a mai napig Gagarin szobrokkal találkozik, amerre jár, olyan épületekben fordul meg, melyek Gagarin nevét viselik, és évről évre részt vesz a Gagarint ünneplő rendezvényeken, a szíve mélyén pontosan tudja, hogy az ő teljesítménye nyitott új fejezetet az űrversenyben. Én néhány éve költöztem Amerikába, és el nem mondhatom, mennyire örülök, hogy a kommunizmusnak vége. Többé már nem kell hallgatnom, hogy védjem a Szovjetunió jó hírét.
Ha a KGB úgy dönt, hogy utánam jön ide, én nyugodtan várom, hogy az arcukba köphessek azért, amit Vladimirral tettek. Most, hogy az igazságra végre fény derült, Vladimir Iljusin megérdemelné, hogy az űrkutatás hőseként kezeljék, nem pedig a meghamisított történelem lábjegyzeteként. Írta Eliot H. Heimov, Scott J. Stillman és Barbara M. Sharp. Narrátor Csankó Zoltán. Fényképezte Ryan Stillman. Zenéjét szerezte Steve Yeaman. Közreműködött Pató István, Szokolai Ottó, Kardos Gábor, Megyeri János, Kőszegi Ákos, Csuha Lajos, Breyer László. A magyar változat munkatársai: Németh Attila, Kulics Ágnes, Szakáli Mátyás, Szakáli László, Kun Márta, Mohácsi Emil. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.